Na hát akkor elkezdeném. Tisztelt publikum, nagyon nagy megtiszteltetés nekem itt az Artpoolban ebben az előadássorozatban részt venni. Annál is inkább, mint hogy nem vagyok a témának a szakértője, de éppen, hogy ennek a témának, a performance-nek, amiről ez az előadássorozat szól, a jellege az, hogy valamilyen módon átlép különböző határokat, valamilyen köztes műfaj, egy olyan dolog, ami egyrészt a művészetnek egy olyan pillanatában jelentkezett a 60-as, 70-es, 80-as években, amikor már nem csak a régi, hagyományos akadémikus művészet, hanem az avantgárd művészet is valamilyen módon egy múzeumi konvenciók által foglyulejtett és egy bonyolult piaci és menedzseri intézményrendszer által működtetett rendszeré vált. Ebben a pillanatban, amikor minden egyes műfajnak a határvonalai azok megkérdőjeleződtek, és valójában el is hangzott a jelszó nagyon sok mindenkitől, hogy minden művészet, az Artpool archívum az részben ennek a törekvésnek a dokumentációjával és a képviseletével foglalkozik. Tehát ebben a pillanatban jelentkezett a performance is, mint egy ilyen köztes műfaj, egy olyan műfaj, ami nem szokványos módon a múzeumokban, nem szokványos formában képzőművészeti tárgyak létrehozásával, nem szokványos módon a művészet elit közönségének szóló módszerekkel, hanem mindent összekavarva próbált valamit csinálni. Most erről már elhangzott több bevezető előadás, nem feladatom nekem felidézni azt, amit Beke László vagy Földinyi László mondott a performance művészettörténeti előzményeiről, illetve művészeten kívüli előzményeiről, de emlékeztetnék arra, én magam ugye nem voltam ide, a videó jóvoltából láthattam, hogy az nagyon hasznosnak tűnt számomra, hogy Beke László megpróbálta felrajzolni, hogy mennyi mindenből következik a performance, vagy mennyi minden hasonló törekvéstől különbözik egy icipicit. Valahogy egy ilyen nehezen definiálható dolgot, mint a performance, úgy lehet körüljárni a szószoros értelmében, hogy megnézi az ember mindazt, amire hasonlít, és megpróbálja megkeresni mindazt az apró megkülönböztető jegyet, ami ebből egy sajátos művészeti műfajt csinál. Ugyanígy megtette ezt nem csak a művészeti előzményekkel, tehát olyanokkal, mint az akció, a body art, a fluxus, a happening, hanem olyan konkrétan képzőművészeten kívüli dolgokkal, mint amilyen a ritus, a vallás, a szubkultúra, a rockzene, a szertartás, és nagyon sok olyan felismerésre vezethetett egy ilyen szembesítés, ami tulajdonképpen éppen ezt jellemezte, hogy a performance az egy köztes dolog, kever szándékosan összezavar határokat, művészet és élet, művészet és vallás, művészet és képzőművészet és előadó művészet, valamilyen dokumentálható dolog és valamilyen egyedi megfoghatatlan dolog között. Na hát ezzel kapcsolatban, ezzel a performance művészettel kapcsolatban én tulajdonképpen ennek az egésznek egyetlen egy aspektusához szeretnék hozzászólni, a test és a szenvedés megjelenítéséhez a performance-be, egy olyan törekvéshez, amit talán egy-két apró, három példával illusztrálnék, anélkül, hogy szakértelemre hivatkozhatnék ebbe a tárgyba, de hivatkozom egy-két eléggé közismert dologra. Az egyik példa az a bécsi akcionizmusnak a példája, és gondolom itt a jelenlevők közül sokan ismerik Hermann Nietzsének, Otto Müllnek és másoknak a tevékenységét, ami noha még nem igazán performance, hanem az akcionizmus néven vonult be a művészettörténetbe, de az, amit csináltak, az nagyon sokban emlékeztet ahhoz, ami később performance néven lett ismert. És talán sokan olvasták azt a vitát, ami a Holmi című folyóiratban Földényi László és Radnóti Sándor között folyt, 1993. szeptember, október, novemberében, és hát ez remek,
És ebből egy a Radnóti Sándor leírásából leírnék egy akciót, annak a Rudolf Schwarzkoglernek az egyik akcióját, aki 1971-ben meghalt, és akiről az a hír terjedte, hogy azért halt meg, mert kasztrálta saját magát, tehát valamilyen módon saját a... Igen, egyelőre a képet nem kellene, ez sokkal praktikusabb. Valamilyen módon a áldozatává vált saját a testére irányuló művészeti tevékenységének. Egy akcióját röviden elmondanám, egy úgynevezett egyes akció, amiben három eseménysor van, egy asztalon egy halat fölboncolnak, majd a mesztelen férfi modell felső testére szorítják a gészszalaggal a döglött halakat, az asztalon sebészeti eszközök, borotva, orvosságos üvegek, valami fehérbe bugyolált gömb, ezután következnek mindenféle kasztrációs jelenetek, a modell péniszét bebugyolálják fehér gézbe, és a fehér asztal fekete üveglapjára fektetik, egy változatban halat kötöznek a péniszre, s a fenyegető azonosság effektusával élve, borotva pengével, ólóval, sebészeti eszközökkel széttrancsírozzák. Máskor magával a pénisszel imitálják ugyanezt. Az ötös akció változataiban Schwarzkogler maga is szerepel Nietzsche, Schwarzkogler bekeni Nietzsche péniszét fehér festékkel, majd becsomagolja, Nietzsche fején hosszú szőkenői vendéghaj. A hatos és utolsó akcióban végül Schwarzkogler magát bugyolálja be gézbe, fehér térben fekszik a földön, egy döglött tyúk csöréből elektromos kábelek állnak ki, ezzel összekapcsolják az áldot az emberi testtel, térben egyéb bajos eszközök és két fehér gömb. Hosszan lehetne folytatni, csak fölidézem azt a hangulatot, ami ebből a bécsi akcionizmusból árad, és főleg azt a veszélyes és önveszélyes, fenyegető, a halál, az elmúlásnak egy ilyen dekadens, ugyanakkor agresszív és az ember gyomrát is felkavaró formája, ami ebben az akciókban megjelenik. Egy másik az akcióművészetnek nagyon fontos képviselője Marina Abramovics, aki 1971-től mutatta be különböző performance sorozatait, előbb egyedül, majd egy társal, de az egyedül bemutatott performance-ekből néhányat felidéznék, csak azért, hogy ezt a műfajt is érzékeltessem. Marina Abramovics az egyik a performance-eit ritmusoknak nevezte, és ezek a különböző ritmusok, amelyek tulajdonképpen egy rövid receptből és egy dokumentációból álltak. Ilyenek voltak, hogy például egy papírra helyezte a kezét, és egy késsel villámgyors sebességgel valamilyen ritmus szerint az ujjai között szurkált, kopogott az asztalon, és bizonyos helyeken megsebezte az ujját, és akkor azon a ponton akkor megállt, és megint előről kezdte. És akkor ezt egy párszor megcsinálta, aztán utána a papírra ki lett rajzolva a szenvedésének a véres jele, és ezt újra másodszor, harmadszor, negyedszer is imitálni próbálta, hogy sikerül-e pont ugyanott megvágni a kezét. Valahogy egy nagyon, hogy úgy mondjam, húsba vágó játék volt, amit folytatott. Egy másik akciója, nem fogom mindet elmondani, de érdemes ezeket látni, mert ez teszi érthetővé, hogy mi az a probléma, amiről ma beszélek. 1974-ben voltak ezek az akciók. Egy másik akciójában egy olyan orvosságot vett be nyílt színen, aminek előreláthatatlan hatása volt, és nyílt színen bevéve azokat a mindenféle testi szenvedéseket okozó orvosságot szenvedett. Megint egy másik akcióban 72 tárgyat felsorakoztatott, amelyeket ő rajta lehetett használni, és kiírta külön saját magára, hogy ő maga is egy tárgy, tehát nincsen saját személyes felelőssége, és két órán keresztül egy kiállítás minden résztvevője kipróbálhatja azokat a tárgyakat olyan funkcióval, amivel kívánja. Vagy 1975-ben például egy olyan akciót csinált, amiben egy kiló mézet és egy liter vörösbort előbb elfogyasztott, azután egy borotvával a hasára egy csillag alakú sebet vágott, megkorbácsolta saját magát, majd egy jégre feküdt, és fentről valamilyen tüzes infravörös lámpa égette őt, amitől a sebe is nagyon hevesen vérzett, és 13 perc múlva a közönség egyszerűen nem bírta a látványt, és elrángatta onnan, és ezzel véget ért a dolog. Most ez az öndestrukció, ez mindenféle formában zajlott, volt olyan is, hogy például Amsterdamban, egy amsterdami kiállítás alkalmából van egy külön vöröslámpás negyed, ez biztos ismeri mindenki, és ezzel a vöröslámpás negyedben felkérte egy kurvát, hogy cseréljenek szerepet, ő kiült egy ablakba, és a kurvát megkérte, hogy ő
a kiállításon csináljon azt, amit jónak lát. 1977-ben például volt egy ilyen, ez a már partnerével történt, ez a breathing in and breathing out, amiben az orrukat bedugaszolva addig csókolóztak a partnerükkel, amíg el nem ájultak majdnem, illetve a kibelélegzett levegőtől valamilyen veszélyes állapotban nem jutottak. Ennyit Marina Abramovicsról, és nyilvánvaló, hogy ide kívánkozik Hajas Tibornak a példája, aki Magyarországon képviselte ezeket az akciókat, és ő neki elég jól dokumentált, és gondolom elég jól ismert akciósorozata van, amiben részint képeken, fényképeken, részint pedig konkrét akciókban próbálta bemutatni. Ezek sajnos ezekről nem volt időm diákat készíteni, de ez nem is az én feladatom, nyilván lesz róla szó, csak egy-két szöveget olvasnék föl Hajas Tibornak. Az egyik a Performance, a halál szexepilja, kárhozat esztétikája című írásából. A festő tesz egy kézmozdulatot, amelyre nem volt fölkészülve. Az üzenet a kezén, a testén keresztül érkezett, tehát megismételhetetlen. Ez világos beszéd. A test az egyetlen valóban megbízható médium. Többé nem mer a képhez nyúlni, olyasmi jött létre, melynek nem ura többé, és melynek törvényeit nem ismeri. Életre hívott valamit, ami nagyobb nála, és amelyről soha nem lehet biztos, hogy nem fordul ellene. Egy művészben eleve kell, hogy legyen valami önveszélyes, ez azonban önmagában nem elégíti ki. Ugyanazt az előreláthatatlan megváltó gesztust, mely nem az övé, mely kegyelemként éri, melyel nem ő választ, hanem őt választják, most már saját maga akarja végrehajtani, illetve végrehajtatni. Műalkotássá kényszeríti magát, saját gólemje lesz. Most csak még egy későbbi performer egy bábú, mely a kegyelem pillanatában, mely ha egyáltalán bekövetkezik, mindig az utolsó valóságos pillanatnál a lelket kap, életre kell, ez az élet nem hasonlít semmilyen más létezéshez, olyan intenzív, olyan égető, és minél intenzívebb, annál manökenszerű, pokoli látvány, mert minden, ami különbözik, gyanús, mert minden, ami teljes, idegen és sötétségből ugrik elő, mert csak az esetlegesség és a kudarc emberi, az, aki saját magával kísérletezik, lemond emberi voltáról és elkárhozik. A performer belép saját víziójába, onnan visszatekintve minden létező puszta káprázat, hallucináció, alacsonyrendű valóság. Minden alacsonyabb létfokon áll, mint amit megélni érdemes, két túlvilág, két pokol mered egymásra. Egy másik szövege animációs filmterm vázlatát készíti, vagy animációs filmterm vázlata a címe, és az a szövegben az érdekes, hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen animáció nincs. Az animáció lehetetlen, tehát tilos, mert bűn, mert semmi esély a győzelemre, ahonnan új törvények, új reflexek lennének diktálhatók. Animálni csak csalással lehet, ha nem csalok, az baleset, katasztrofa. Ha csalok, az nem animáció. Ha bűntudat nélkül csalok, az csonkaság, tévedésen vegetatív jellegű. A színház csalás, a filmcsalás, az animációs film olyan arcpirító csalás, hogy a leghelyesebb stikliként kezelni. És akkor sorra végigmegy ezen, hogy mennyire nem bírja el a művészet ezt a fajta csalást. Személyes felelősségemből semmit nem szabad letagadnom, semmi kacsintás, semmi mentőkörülmény, az agyvelő félabstrakt riadalmai és döntéskényszerei még az életen innen, üres felületek, a dolgok közei, rései, hasadékai. Nem érdemes tovább olvasni, illetve érdemes, nagyon hosszú és nagyon megható, nagyon megrázó szövegek ezek. Ami kiderül belőlük, az, hogy a performance-nek és a body art-nak van valamiféle olyan törekvése, amiben tulajdonképpen a művészetnek azt a problematikus, azt a köztes helyzetét, amiben éppen ezeknek a műfajoknak az idejében található, azt megpróbálja azzal átlépni, azzal mégis érvényessé tenni, hogy a testi szenvedéssel, a véres testi valósággal szembesíti az embereket, valahogyan visszavarázsolja egy hihetetlen erőfeszítéssel a művészet komolyságát egy olyan helyzetbe, ami ezt nagyon nehezen teszi lehetségessé. Ez az a pont és ez az a kérdéskör, amihez az előadásom kapcsolódik. Nyilván
sokan gondolkodhattak, hogy egyáltalán mi köze ezeknek a dolgoknak a performancehez, amiről fogok beszélni, részben a középkori vallási felfogásokról, olyan képekről és olyan leírásokról, amelyekben a szenvedést, a szenvedő testet, a megtépett ruhát valamilyen vallási jelentőséggel ruházták föl a középkori gondolkodás képviselői egyrészt, másrészt egy ettől megint nagyon távol levő, bár a performancehez közelebb álló téma a szubkultúráknak a viselete, viselkedése az 50-estől a 70-es évek végéig. Tulajdonképpen mind a kettő esetben egy olyan dologról van szó, ami nagyon távolról indulva, nagyon messziről közelítve azt próbálja magyarázni, hogy hogyan alakul ki egy kulturális közegben egy valamilyen a saját konvenciói és a saját kötöttségei szorításában fejlődő közegben egy olyan pillanat, amikor fontossá válik az, hogy valahogy közszemlére vigyék az emberek a saját testüket, az saját testük szenvedését, hogy erről a látványról valamilyen absztrakciót alkossanak, és ezt az absztrakciót ezt valamilyen módon értelmezni próbálják, valamilyen általánosabb mondani valóval ruházzák föl. Távoliak a példák tehát, úgy kell őket tekinteni, mint valamilyen, azt lehet mondani, modellt, és aztán egy két modellnek az áttekintése után meg fogok próbálni néhány szót mondani megint a performance-ről ezeknek a példáknak a fényében. Tehát úgy fog körülbelül kinézni, hogy most fél óráig a középkorról beszélek, fél óráig a 60-as évek szubkultúráiról, és aztán utána, a lámpát azért kérem, mert majd ha kell, akkor világítok magamnak. És igen, ez lesz a megoldás. És és azután az utolsó 4-5 percben megpróbálom ezeknek a tanulságait levonni. Először is talán arra próbálni a középkori, akkor most már a néhány diát is fogunk látni, a középkori problémákról fogok beszélni. Itt a képen a pokolnak a képét látjuk, és a pokol és a purgatóriumnak a képei a középkorban, amelyekről nagyon szép és nagyon ékes szóló leírásokat lehet olvasni a középkori látomásokba. Egy nagyon érdekes és furcsa problémával szembesítették a középkori teológiát. Azzal ugyanis, hogy a középkor úgy gondolta, hogy a halottnak a lelke különválik a testtől, ugyanakkor a szenvedést az csak valamilyen testi formában tudták elképzelni. Az, hogy a lélek szenvedjen, egyáltalán, hogy a szenvedés, a lelki szenvedésnek valamilyen kézzelfogható és értelmezhető valósága legyen, ezt nehezen tudták elképzelni. A szenvedést mindig csak eszközökkel, sebekkel, a test elgyötört állapotával tudták kapcsolatba hozni. Ez egyébként még a modern művészet is nagyon jól tudomásul veszi. Tehát például, amikor Weiss az egyszer azt mondta, hogy ha megvágod az ujjad, akkor kötözd be a kést, akkor pontosan ugyanerről beszélt, hogy az eszköz az eszköznek a véres kés az jobban felfogható, és jobban tudja a szenvedést hordozni, mint maga a másik teste, illetve hát a másik teste csak akkor, hogyha hatalmas seb mutatja ott a szenvedést. Akkor, amikor a középkori egyház megpróbált pedagógiai üzeneteket a purgatóriumról és a pokorról szóló hosszú leírásokba tenni, tehát az, hogy az e világ bűnösei hogy bűnhődnek, és akkor, amikor ezeket lefestették, ez egy 13. századi miniatúra, itt még eléggé sötéten lehet látni, egy következő. Kérem, itt már jobban lehet látni, ez egy Tundalus nevű ír lovagnak a látomása, és itt egy szörnyű szörnyetegnek a szájába ottan ilyen fogak nyársalják föl az elkárhozottakat. Még egy következőt kérem.
ez egy tulajdonképpen már a késő antikvitástól kezdve újra meg újra kísértő kép. Egy picit nem lehet ezt élesíteni, mert ez azt hiszem, hogy élesebb a... Csak hogy lehessen látni, hogy miről van szó. Igen, köszönöm, igen, jó. Szóval egy ilyen szörnyűséges látomás, ahol a pokolba a különböző lelkek azok egy ilyen kerékre, különböző testrészüknél fogva vannak felakasztva, ki nyelvénél, ki nyakánál, ki fülénél, ki nemi szervénél, ki kezénél fogva, mindig azok a testrészek, amelyekkel bűnöztek, és a bűnhődés is egy ilyen szörnyűséges víziót hoz. Ezekről magyarul is lehet olvasni, felolvasnék egy rövid részletet, csak hogy érzékeltessem, hogy mennyire a részletekkel, azt lehet mondani, hogy a részletekben kéjjel elmerülve ez a vallásos kor hogyan írta le szenvedéseket. Nyilván volt többeknek a kezébe a középkori magyarországi túlvilágjáróknak az irodalma, két magyarországi lovagnak, egy bizonyos Krizsafán fia Györgynek és egy Tar Lőrincnek nevű lovagnak a pokoljárása, egy olyan látomás, amit Írországban, az úgynevezett Szent Patrik purgatóriumában láttak, ez egy olyan tó, ami van egy sziget, szigetben egy barlang, és a barlangba befeküdve, ott kábulatba esve, a középkori hagyomány szerint át lehet menni a túlvilágra, és akkor következő dolgokat látta ez a lovag ottan, egy rövid részlet a purgatórium büntetéseiből. Van egy tüzes domb itt a Kishegy módjára kiemelkedő helyek, és ugyanígy tüzes vaskerekek, amelyen számtalan lélek csüngött a tűzbe. Torkuknál és nyakuknál fogva, kígyókötével, illetve zsinórral, erősen izzó vasláncokkal megkötözve. Kerekeket számtalan, igen rútalakban mutatkozó ördög szakadatlan forgatta és tekerte a tűzben, nagy erővel és gyorsan, a lelkeket pedig végtelen sok tüzes kígyó harabdálta és marta folyamatosan. Másodszor a lejtőkön számtalan érclábast és fazekast látott, amelyek színültig tele voltak tüzes izzó és folyékony aranyjal, ezüsttel és más fémekkel. Számtalan hanyat fekvő lélek is volt, kígyókötéllel, tüzes láncokkal erősen megkötözve, ezeknek tágra nyitották az ördögök a száját, és állandóan tüzes folyékonnyá vált fémet töltöttek szájukon át gyomrukba, hol aranyat, hol ezüstöt, hol más fémet, olykor pedig fortyogó fazekakba meg lábosokba haigálták a lelkeket. Ez volt a büntetés a fösvényeknek. Harmadszor látott itt számtalan hímnemű meg nőnemű lelket, akiket két rettenetes büntetés sújtott, egy közös és egy különleges. A közös büntetés minden egyes léleknek egy erős tüzes karó volt átszúrva a hasa közepén, vagyis köldökén, melynek vesén és ágyékán is, amely vesén és ágyékán is keresztül ment. Az ördögök a karó mindkét végét kezükben tartva gyorsan úgy forgatták azt a tűzbe, mint egy malomkereket. Ez a közös büntetése a kicsapongóknak és a kicsapongás bűnének. Annál keservesebben és erősebben büntetik a kicsapongót, minél nagyobb és aljasabb a kicsapongás bűne, ezek fajtáit és módozatait nem szükséges felsorolnunk. Látott is sok asszonyt, akinek előbb említett büntetésen túl egy tüzes vassal átszúrják a méhét, és így kínlódnak keservesen. Aztán látott férfiakat, akiknek görbített vasszerszámokat tesznek a nemi szervére, és így kínlódnak elmondhatatlanul. Negyedszer látott, lehet látni, hogy amikor Hajas a poklokról beszélt, akkor itt tulajdonképpen ez a pokol, ez pontosan ugyanígy jelent meg már a középkorban is. Látott olyanokat, amelyeket hasító kardok szúrtak át minden testrészükön. Ez a kegyetlen büntetés, a harag, a gyűlölet, a bosszú büntetése. Sok olyan lelket látott, akik asztalhoz hevertek vagy ültek, és ott ettek, ittak, erre az ördögök kényszerítették, bár mindez nagyon szépnek, valódinak látszott, mégse, az ételek mégse voltak valódiak, hanem gonosz és tüzes ördögök, asztalok, húsok, halak, levesek és mártások alakjában, és mindenféle méreggelő állattá változtak az emberek szájába, skorpiókká, hitvány kígyókká, stb. Ezeket a hitvány méregelő állatokat olyan formába adták nekik, amilyen csemegéket szoktak készíteni, főzve, pástétom alakjában sütve és más módon, stb. Stb. Nem sorolom tovább a szenvedést, pusztán csak azt próbáltam illusztrálni, hogy ez borzasztóan rémes és szörnyűséges arzenálként tárta a középkor ember elé a testek szenvedését, és hosszasan értekeztek arról teológiai traktátusokban, hogy a lelkek hogyan bírnak szenvedni testként a túlvilágon. Egy következő képet szeretnék. Itt is még ez csak egy, hogy nem mindig ugyanazt a szenvedést lássuk, ez Hieronymus Boschnak egy pokol
poklot ábrázoló képen már nem tudnám itt megállapítani, hogy milyen büntetést, valamilyen talán a hamis éneklésért büntetik ezt a graduláló könyvet nézve. Mindenképpen azt lehet látni, hogy a szenvedés és a testi szenvedés az a középkorban egy nagyon fontos kifejező eszköz volt. Hogy mennyire fontos kifejező eszköz, ezt nagyon érdekesen elemzik cikkek, egy cikknek a címét megemlíteném itt, azért, mert tulajdonképpen ennek van köze ahhoz, ami a művészettel is történt, a testi kín és az igazság összefüggése a középkori keresztény ritusokban. Mert hiszen pontosan erről van szó, hogy itt azzal, hogy a test kínját bemutatták, ezzel valójában az igazságtétel és az igazság pillanata jött el a túlvilágon is, ez a túlvilági igazságszolgáltatás volt bemutatva, de a Földön is. Ezt lehet látni a testi kínoknak a különböző bírósági felhasználásánál. A kora középkornak egy sajátos rituáléja volt az istenítélet, amiben tüzes vassal tettek igazat egymás között az emberek, ez a bizonyos tüzes vas próba, ami Magyarországon is volt ilyen a váradi regesztrum, az azt jelentette, hogy aki két vitatkozó ember megfogott egy tüzes vasat, utána bekötözték a kezüket, és annak, akinek a keze egy bizonyos idő múlva, két héten belül meggyógyult, ha meggyógyult, neki volt igaza, vagy ha jobban meggyógyult, mint a másiká, ha meg másiké, ha pedig nem, akkor vesztett. Ugyanezt a vízpróbát a boszorkánypereknél is alkalmazták, tehát hogy aki elsüllyed a vízbe, az ha lebeg a vízen, mert könnyű, akkor boszorkány, ha elsüllyed, akkor bár lehet, hogy akkor megfullad, akkor mindesetre igaza van. Mindenféle más testi próbáknak is kitették, volt olyan, hogy tüzes például Kunigunda császárnénak, a II. Henrik császár feleségének felizított tüzes vas ekéken kellett végigmennie, és egyéb mutatványokra kényszerítették őket. Ezek a szenvedéssel kapcsolatos dolgok azután egy másik formában a bírósági tortúrában is előjöttek. A bírósági tortúra és a nyilvános kivégzés elrettentő rituáléi, ha valaki képet akar erről alkotni, vegye elő Michel Foucault-nak a Felügyelet és Büntetés című könyvét, aminek az első 5-6 oldalán hosszasan le van írva a 16. Lajos ellen merényletet megkísérlő Damiennek a kivégzése, vagy 15. talán mindegy, ami több órán keresztül elhúzódó szörnyűséges kínokat jelentett, és ezek a kínok, ez a nyilvános, azt lehet mondani, hogy élve boncolás, a szenvedések, nem egy halál, hanem ezer halálnak a kimérése, ami tulajdonképpen a kínvallatásnak is az alapelve volt, az is mutatja, hogy valahogy a testi kínt azt egyrészt az igazság tételnek, másrészt az igazság megnyerésének, az igazsághoz való eljutásnak az eszközeként tekintették. Megint egy másik pont a középkori gondolkodásban, amit nem tudok most jó képekkel ábrázolni, de mindenkinek tudnám ajánlani, például az Esztergomi Keresztény Múzeumban rengeteg ilyen mártír történet van ábrázolva, az a keresztény mártírok halálának a leírása. A keresztény vallásnak az a korai története, amikor a vallásnak a hívei üldöztetést szenvedtek, és ez a mártíromság, ez szolgált számukra bizonyítékként, a maga szó is ezt jelenti, hogy mártír valamilyen módon tanúságot tesz, vértanú, tanúságot tesz a saját vérével a hite mellett, mutatta azt, hogy a testi szenvedés hitelesítette a mártíroknak az új vallás mellé történő odaállását, de ennél sokkal többet is jelentett. Nagyon jól ki lehet mutatni, hogy a szentként tisztelt mártírokról szóló litániák, amelyek csak hogy néz ki egy ilyen történet, ebből megint csak magyarra le van sok minden fordítva, vértanúakták és szenvedéstörténetekbe lehet olvasni, olykor oroszlánok elé vetették, olykor kerékkel darabolták föl, mint alexandriai Szent Katalint, olykor lefejezték, mindenféle szemét vágták ki, levágták a különböző testrészeiket.
nagyon sokszor a férfi mártírok mellett a legnagyobb kedvel a női mártíroknak a szenvedését illusztrálták ezek a vallásos szövegek, a mártír szenvedéstörténetek, és nagyon gyakran ez egyszerűen egy olyan szörnyűséges leírása volt, ahol szó szerint feldarabolják azt a mártírnőt, aki például nem hajlandó a helytartó fiához feleségül venni, vagy nem hajlandó a császár szobrát tiszteletbe részesíteni. Van egy ilyen történet, amit most nem fogok részletezni, egy szíriai mártír asszonyról, bizonyos Febróniáról, csak leírná az egész történet vázlatát mondanám el, hogy itt sorra az egész történet abból áll, hogy a bíró az felszólítja őt a kereszténysten megtagadására és férjhez menetelre, mert ő egy szent szűz, aki éppen a szentsége abban áll, hogy ő szűzies életet folytat, és akkor ő megveti a bírót, és megvető szavakkal illet, és mondja, hogy ő neki van már egy mennyegzői ágya a mennyekben, és egy mennyei jegyese. Erre a bíró az először megkorbácsoltatja, azután tüzes vasakkal megtépeti, azután megégetteti a testét, és mindig újra meg újra megkérdezi, na, most akkor hajlandó-e, és akkor a hősmártír mindig újra meg újra ellenáll ennek, sose hajlandó elismerni a pogány isteneket, akkor kitépeti a fogait, akkor utána levágatja a melleit, levágatja a végtagjait. A végén már egy darab véres hús lesz csak, és ott sorra leírja a történet, hogy ott jajgatnak az emberek, könyörögnek, ne csinálj, ez borzasztó, de a mártír az csak kitart a hite mellett, és ezáltal lesz azután képes, mint hogy a földi szenvedést legyőzte, ezáltal lesz képes arra, hogy a túlvilági módokkal a szenvedést, azt a túlvilági eszközökkel a földi szenvedését enyhítse másoknak. Egy kicsit, mint a samanizmusnál földdaraboltatik valaki, ugye ez, mint a Katalinka szájjel jönnek a török, sóskútba tesznek, onnan is kivesznek, kerék alá tesznek, onnan is kivesznek. Ez pontosan az, hogy ha valaki keresztül megy mindezen, az képes arra, hogy össze is rakja ezeket a dolgokat. Tehát van egy ilyen oldala is, egy gyógyító oldala, de van egy olyan oldala is természetesen, hogy a szenvedésnek annak megvan a maga teológiai értelme, és megvan egy központi példa, ugye, és hát ezt most akkor kérem a következő diát, azért azt nyilvánvalóan emlékezni kell arra, hogy hát itt végül is arról van szó, hogy Krisztus kereszthalála és az, hogy az Isten fia emberé lett, és emberként vállalta a kereszthalált, és ezt a megkínzatást, ezt a keresztre feszítetést, ezt átélte, ez lesz tulajdonképpen ez a keresztény vallásnak az egyik központi mondandója, az egyik központi tényezője. Na most ez pontosan erre kell gondolni, hogy itt tulajdonképpen a szenvedő testről van szó. Tehát a keresztény vallás nagy mértékben erről a testi szenvedésről szól, és nagyon sokféle formában, amit most nem tudok részletesen felidézni, de észben kell tartani, akkor is, amikor Krisztus utánzásaként a testi szenvedést vállalják a testek, vagy a szentek, az aszkéták, a testüket gyötrik, valamilyen módon megpróbálják a bűnbánatként hasonló szenvedéseket átélni, vagy egyszerűen a Krisztus iránti szeretetből. Az a történet, amit a középkorból el akarok mondani, mert ez csak egy bevezető volt, az a történet, az tulajdonképpen erről szól, vagyis arról, hogy hogyan lesz ez a testi formájában megjelenő, szenvedő Krisztus a késő középkor vallásának a meghatározója, hogyan nyer egy olyan jelentőséget, amiben a vallási életpályát választó emberek azok azt lehet mondani, hogy valamilyen performance-szerű és önmaguknak szenvedést okozó életformára kényszerülnek. Akkor most kérném a következő diát, és itt ez egyrészt abban nyilvánul meg, itt Szent Hedvigről látunk egy 14. századi Hedvig kódex, egy 13. század elejé sziléziai szent, sziléziai Hedvig, akiről a legendája azt jegyezte föl, hogy Krisztusért élhessen, aki mindannyiunkért szenvedte el a halált, boldog Hedvig ide lent, minden nap büntető csapásokkal pusztította testét. Kérem a következő fiát.
Ez itt Árpádházi Szent Erzsébet, ez csak egy másik ilyen kortárs szent. Kérem a következőt. És itt megint Hedviget lehet látni, és a büntető csapásokat. Naponta hordozta a testi fenyítés keresztjét, férfias elhatározottsággal követte Krisztust, nem riadt vissza attól, hogy szerelemből áldozati bárány legyen annak az oltárán, aki az összes ember iránt érzett szeretetből hagyta magát megfeszíteni. Ez a fajta kegyesség, tehát az, hogy valakik, főleg a 12. 13. században egy ilyen szörnyűséges testi gyötrelmet mértek magukra. Ez nagyon jól mutatja azt, hogy a keresztény vallásban ez a szenvedésnek az átélése, ez milyen fontos tradíciókra támaszkodott. Ezt nagyon jól lehet hasonló idézeteket hozni a legtöbb női szentnek az életéből. Amivel azonban most foglalkozni szeretnék, amit beszeretnék mutatni, az nem annyira ez az egyedi, egyszeri átélése a krisztusi szenvedésnek, hanem egy valamilyen történeti folyamat. Kérném szépen a következő diákat, ez következőt még, ez itt még mindig Szent Hedvig, itt ahol a leprásokat ápolja és a leprások lábát csókolgatja, következő. Mert az a folyamat, amiről beszélni szeretnék, az, hogy egy ilyen általános kegyességben jótékonykodnak, korbácsolják magukat, valamilyen vallási áhítatban élik életüket, ez általánosnak tűnhet a mi számunkra, de valójában a 12. 13. század történeti fejlődésének a terméke. Ha most jó képeket szeretnék mutatni, még mielőtt ez Szent Ferenchez eljutunk, fel kellene itt villantanom azt, hogy a kora középkorban úgy tisztelték Istent, hogy nagy pompázatos templomokkal, fényes pompás liturgiával, gyönyörű gregorián dalokkal, úgy mint egy urat valakit, akinek kiára megfelelő tisztelet, de akihez a kapcsolat inkább szertartásos, rituális formát ölt. Ezzel szemben a 12. 13. században, valahol 1200-as év körül, de már talán korábban is érezhetően megváltozott az embereknek a viszonyulása ehhez. Sokkal nagyobb figyelemmel kezdtek lenni az evangéliumokra, Krisztus történetére, arra, hogy egy ember és egy ember szenvedése áll a keresztény vallás középpontjában, és arra, hogy ez a szenvedés, ez átélhető, és úgy átélhető, hogyha valaki személyesen a saját életében megpróbálja megvalósítani. Itt már lehet látni, hogy itt valamilyen módon ez nagyon érdekes módon rokonítható a modern művészet problémáival is, abban az értelemben, hogy itt valahogy az történik, hogy az egyháznak részint van egy hivatalos intézményrendszere, szerzetes rendjei, pápaság, világi papság, egy külön társadalom, és vannak emberek, akik azt gondolják, hogy ez a bonyolult közvetítő szerep, ami a 11. 12. században az egyház és amit az egyház a túlvilággal, az emberek üdvössége miatt betöltött, ez hiteltelen, sokkal hitelesebb lenne egyszerűen, ahogy ők mondták, apostoli életmódot élni, szegényen a szegény Krisztust követni, valamilyen módon azt csinálni, amit Krisztus csinált, tehát szétosztani a vagyonukat, mezítláb járni, és egyszerű ruhákban járni, és megvalósítani azt a morált, amit az egyház csak hirdet, de vizet prédikál és bort iszik, ahogy mondani szokták. És a 11. 12. században megjelenő eretnek szekták valahogyan azt vitték piacra, azt vitték az egyházi vitáknak a szinterére, amiük volt, a testüket. A testüket, a testi kifejezésnek az eszközeit azzal próbálták bemutatni, hogy ők valóban gyakorolják, és a testükben, az életükben valósítják meg azt, amit az egyház csak hirdet. Egy 11. század végén Németalföldön jelentkező Tanchelm nevű eretnek például a következő dolgokat csinálta. Most egyelőre egy-két rövid idézetet mégiscsak mondanék. Például összegyűjtötte a híveit, és egy Mária szobrot maga mellé állított, és ott a tömegben egy gyűrűt húzott Máriának az ujjára, és onnan pedig egy gyűrűt a saját ujjára, és szentségtörően, ahogy mondják a híradók,
eljeszte magát Szűz Máriával, és felhívta a tömeget, hogy adakozzanak a házasságukra, és gyűjtötte a pénzt a nők Máriának, férfiak meg neki. Egy másik esetben, ahogy leírja ez az egyházi forrás, 12 apostolt gyűjtött maga mellé, és egy magányos asszonyt, aki a Szűz Máriát képviselte, és akkor ők voltak a szent apostoloknak a közössége, és így közlekedtek a különböző helyeken. Megint egy harmadik eretnek az egy bizonyos Henrikus, 1115 körül, az úgy megy prédikálni, írják, döbbenten le ezek a források, hogy télen mezitláb megy, hosszú loboncos hajjal, a házak kapujánál alszik, mindenüvé bekopog, koldul, és aztán mindenki Isten szent apostolának gondolja, a papok is szokoknak a lábánál, és hirtelen mindenféle ilyen nyilvános szertartásokat végez. Megint egy harmadik, az nagypénteken beront a templomokba, és azt mondja, hogy miért a keresztet imádjátok, hiszen az Krisztus szenvedésének az eszköze, és kidobálja a kereszteket a templomból, és nagy mágiát rak a keresztekből, és akkor némely keresztből nyársat farag, és azzal hús süt, hogy ezek a szertartások, ezek teljesen fölöslegesek, és a papokat arra kényszerítő, hogy nagypénteken húst tegyenek, valami szándékos provokációval, de nagyon áttekinthető szimbólumrendszerrel, tulajdonképpen a szegények, a koldusoknak az öltözködésbeli, viseletbeli szimbólumait vitték a vallási vitáknak a szinterébe, és nagyon könnyen legyőzték a vitákban azokat a papokat, akik lóról vagy előkelő ruhában, püspöki ornátusban próbáltak vitatkozni velük. Éppen ennek a felismerésnek a nyomán a 13. század elején, tehát körülbelül 100 év ilyen eretnekekkel folytatott vitái nyomán alapult meg a koldulórend, a két koldulórend, a ferences és a domonkos rend, itt Szent Ferencet látjuk, Szent Ferenc stigmatizációját, egy olyan jelenetet, ami tulajdonképpen meghatározta a késő középkor vallási gondolkodását. Szent Ferencről és Szent Ferenc életéről megint csak sokat lehetne beszélni, egy közép-itáliai város gazdag kereskedőjének a fia, aki előbb aranyifjúként élt, aztán utána az aranyifjúként folytatott élet nyomán, egy látomás nyomán vallásos életbe kezdett. Ennek a lényege azonban az volt, hogy levette az előkelő ruháit Assisi város főterén, és ahogy ezt egy Giotto megfestette egy híres jelenetben, azt talán itt le kellett volna vetíteni, átadta a ruháját apjának, és anyaszült meztelenen egy koldus ruháját vette föl inkább, valahogy a ruha cserével fejezte ki azt, hogy most egy vallásos életbe kezd. Azt lehet mondani, hogy ezek a jelenetek, amiket Assisi Szent Ferenc rendezett, ezek nagyon sok esetben emlékeztetnek a performance-re. A legendái leírják azt, hogy hogyan evett egy tálból a leprással, és ezzel hogyan fejezte ki a közösségét, és a leprás teste merő seb és geny volt, írja le a legenda. Ujjai csonkák voltak, véresek, úgyhogy valahányszor a tányérba nyúlt, hogy vér folyt le bele, és ezt ette Assisi Szent Ferenc, hogy bemutassa, hogy ő az utolsó lehelletéig is közösséget vállal, Isten leginkább számkivetett embereivel, a leprásokkal, akiket külön csoportba tartottak a középkori társadalomba. Nagyon sok olyan akciót rendezett Szent Ferenc, ami kifejezte az ő vallásának egy nagyon újszerű felfogását, egy valamit, ami a teológia helyett inkább a cselekvés, inkább a megnyilvánulások tanulságos, példázatszerű formálásán alapult. Nem csak az öltözetük volt ilyen, de az, amikor ugye híresen, amikor a madaraknak prédikál, amit mindenki jól ismer, vagy amikor a gubbiói farkast megszelídíti, vagy amikor mezítelenül megy prédikálni Assisiban, ezzel is a szegénységét és a bolondságát mutatva, ő önmagát is kedvel nevezte bolondnak. Egy példát említenék meg, ami nagyon érdekes módon emlékeztet a vallási előadásokra, és tulajdonképpen Szent Ferencet tartják a késő középkor vallási színháza kiinduló pontjának is ebből a szempontból, amikor jászolt állít Betlehemre, és a betlehemi ünnepet azt úgy próbálja
úgy próbálja megünnepelni, hogy karácsony előtt vagy 15 nappal felállít egy jászat, mert azt mondja, hogy látni akarom, hogy hogyan helyeztetett a jászolba, hogyan feküdt ökör és a szamár előtt a szénán. De, hogy érezni akarja a széna szagát, látni akarja, hogy hogyan is történik ez az egész a legapróbb részletekig. És ez nagyon érdekes, nagyon szokatlan volt ez a megjelenítés. Azt lehet mondani, hogy profán, azt lehet mondani, hogy mindenféle határokon is túllépett, és ez a mindenféle határon túllépés, ez teremtett meg egy csomó olyan újszerű vallási műfajt a késő középkorban, mint például az úrnapján azok a vallási misztériumjátékokat előadó szekereken körbemenő, az angol irodalomban fennmaradtak ilyen ciklusok, misztériumjátékok, ilyen pageantek, amiben minden egyes szekéren egy-egy jelenetet mutattak be. A ferencesek nagyon gyakran élőképekkel prédikáltak, amelyek ott voltak lepellel letakarva, és egy pillanat alatt lerántja a leplet, és ott lehet látni, amit Krisztust éppen megkorbácsolják. Burkhardtnak a reneszánszról szóló könyvében nagyon sok ilyen dolog le van írva. Az egész egy nagy színház, egy sacra representazione lesz. De a dolog egyrészt színház, másrészt azonban testileg nagyon komoly valóság, és ez Szent Ferenc másik nagyon fontos csodája. Ez a jelenet, ami le van írva halála előtt 2 évvel Alverna hegyén, akkor, amikor már egy kicsit meghasonlott lélekkel szemléli, hogy a rendje az mennyire eltávolodott az eredeti eszményektől, akkor megjelenik neki egy kimondhatatlan szépségű szeráf, és egy, aki keresztre volt szegezve, és kezei és lábai középen szegekkel, és akkor erre saját magának is kijönnek a szögek nyomai és a sebek. Kezei és lábai középen szegekkel átverteknek látszottak, szegek feje a tenyeren és a lábfejek felső részén domborodott, hegyük pedig az átellenes oldalon nyúlt ki, és egy húsdarabocska a szegek erősen visszagörbített hegyére emlékeztetően szemmel láthatólag kiemelkedett környezetéből. Ugyanígy látszottak és szintén jól kivehetők voltak a szegek nyomai a lábakon is, testének jobb oldalán pedig, mintha lándzsával szúrták volna át, egy behegett seb látszott, melyből időről időre vérszivárgott, úgyhogy alsó ruháján kívül sokszor tunikáját is átnedvesítette. Kérem a következő diát. Aztán halálánál felfedezik a holttesténél ezeket a sebeket, amelyeket életben titkolt. Erről nagyon érdekes könyvek szólnak, hogy ezt a metaforát, mert itt tulajdonképpen arról van szó, hogy egy vallásos metafora, tehát az a metafora, hogy Szent Ferenc, akit a kortársai másik Krisztusnak is neveztek, úgy átélte Krisztus szenvedéseit, hogy azok valójában az ő saját testén is elváltozást okoztak. Ez a metafora, ez nem volt elég meggyőző a középkornak, anélkül, hogy testi jegyek is ne igazolták volna. És ez az érdekes ebben a vallásosságban, hogy mindig akarták az igazi tárgyi testi bizonyítékot. Megint ugyanott vagyunk. A szenvedés átélése nem elég. Kell látni a sebet, és kell látni a tárgyat, ami okozta. És Szent Ferencnek a stigmatizációja, amiről a 13. században rengeteget vitatkoztak, az ennek a példája, és Szent Ferenc nyomán rengetegen mások is, egyrészt ennek a nyilvános, a vallás megjelenítő, a vallási performance irányába léptek, másrészt pedig a szenvedésnek egy ilyen formában történő kifejezését próbálták meg. Ami a vallásos színházat illeti a középkorban, csak annyit említenék meg, hogy a rengeteg népi prédikátor lépett föl ezekkel a jelenet rendező ötletekkel. Például 1233-ban volt Itáliában egy nagy népmozgalom, amit Allelujának hívtak, egy ilyen nagy népi békemozgalom, aminek egy bizonyos Pármai Benedek nevű ferences kezdeményezte, aki egy ilyen hatalmas trombitával egy kicsit keresztelő Szent Jánoshoz is hasonlítva, egy szőrcsuhában, mezitláb, egy óriási csapat gyerekkel kísérve ment a városba, és mindig kinyilvánította, hogy most béke lesz, és legyen áldva az atya,
akkor a gyerek megfújta a trombitáját, gyerekek mondták, hogy alleluja, és a fiú trombita, a gyerekek, és egy ilyen csapattal békét tett. És akkor sorra jöttek a különböző prédikátorok, mindegyiknek valamilyen más attribútuma, valamilyen más ötlete volt, és lehet látni, hogy a terek, az utcák megteltek olyan emberekkel, akik a vallás kérdéseit egy ilyen színházi formában élték át. A templomok, azt lehet mondani, hogy másodrendű szerepre lettek kárhoztatva ebben. Egy másik, kérem a következő képet. Ezekről nem sok illusztráció maradt fönn, de elég sok illusztráció maradt fönn azokról a törekvésekről, amelyek a késő középkor női szentjeinek a kegyességét próbálták bemutatni. Ez a kép például Árpádházi Szent Margitot mutatja, akinek a stigmatizációjáról ugyancsak terjedtek legendák. Ezek a legendák valójában nem felelnek meg a történeti tényeknek, a hiteles történeti dokumentumok azok nem támasztják alá, de nagyon jellemző, hogy róla is azt gondolták, mert valóban ő nagyon sok olyan dolog volt a legendájában, hogy sündisznóból, bőréből készített korbáccsal korbácsoltatta a testét, meg vezeklő öveket hordott, amelyek a húsába vágtak, és a Krisztus szenvedését valóban megpróbálta a kortársaihoz hasonlóan átélni. Ebből később egy ilyen stigmatizáció legenda kerekedett ki. De más szentek, és például itt ez egy 15. század végi ábrázolás, lehet látni, hogy a stigmatizált szentek, ott Cienai Szent Katalin és Árpádházi Margit van, azok úgy is jelentek meg a kortársak előtt, hogy akik a maguk testi valóságukban, szenvedésükben jelen voltak Krisztus passiónál, vagy legalábbis lelkileg jelen voltak és átélték ugyanazt. Erről nagyon sok érdekes idézetet lehetne mondani. Én egy stigmatizált szentről beszélnék csak egy kicsit részletesebben. Egy bizonyos Lucardis ném ciszterci szerzetesnőről, aki 1262-ben született, Margit után volt egy generációval, és egy kis Weimar melletti kolostorban élt. Béna volt, vagy majdnem béna, és szörnyű fizikai szenvedései voltak, és ezekben a fizikai majdnem mozdulatlanságra volt kárhoztatva, és akkor mindenféle látomásokban megjelent neki Szűz Mária, táplálta, adott neki sült csirkét, vagy frissítő italt, és egy adott pillanatban megjelent neki szenvedő Krisztus vérrel befedett testtel, és akkor szólt Lucardisnak, aki ott összeesett a lábánál, hogy keljél föl és segíts nekem, és akkor megértette Lucardis azt, hogy neki föl kell kelnie, és valamit segíteni kell, és hogy segíthetek neked, Uram, kérdezte, és felemelte a szemét, és akkor erre Krisztus, akinek a jobb keze az éppen lelazult a keresztről, és szörnyűséges kínok közepette lóghatott onnan le, azt mondta Krisztus, hogy segíts a kezemen, és akkor megpróbálta valamilyen ezüst szállal odakötözni, de nem sikerült neki, és akkor Krisztus azt mondta, hogy a te saját kezedet kösd az én kezemhez, és a lábadat az én lábamhoz, és a melledet az én mellemhez, és hogyha így oda teszed saját testedet az enyémhez, akkor azzal az én szenvedésemet enyhíteni fogod. És abban a pillanatban Isten szolgája megértette azt, hogy ezzel tényleg, hogyha magára vállalja Krisztus szenvedését, segít Krisztuson, ez értelmet adott a saját szenvedéseinek is, és akkor először ez egy látomás volt, utána két évvel később valóban kijöttek a testén a szent sebhelyek, elkezdtek vérezni, különösen véreztek minden pénteken, leginkább véreztek nagypénteken, és ennek mindenki csodájára járt. Na most ez nagyon érdekes, és nagyon, kérem a következő diát, nagyon megmosolyogtató, tulajdonképpen egy szörnyűséges ilyen vetélkedés kezdődött, hogy ki tud hatalmasabb mintát felmutatni. Ki tudja jobban bemutatni azt, hogy hogyan éli át Krisztus szenvedéseit. Itt a képen például egy 14. század elejé itáliai szentet, 1380-ban meg Montefalcói Szent Klára, őt lehet látni, akinek a legendája szerint Krisztus a szívébe döfte a keresztjét, és oda, kérem a következő diát, oda belehelyezte Krisztus szenvedéseinek az eszközeit, ezt a bizonyos
Arma Christit, amit azután halála után kivágták a szívét, és a szívében megtalálták a Krisztus szenvedésének eszközeit, a töviskoszorút, a korbácsot, a szivacsot, a lándzsát, a keresztet, mindent megtaláltak. Egyébként a 14. századnak egy nagyon érdekes vallási kultusza volt ez a Krisztus szenvedési eszközeinek a kultusza, az Arma Christi kultusza. Rengeteg kép is volt, ami ezeket a szenvedés eszközöket kultiválta. Hogy kérem a következőt? Ja, az nincs itt, azt hittem, van egy olyan kép, ahol egyszerűen csak egy hatalmas sebet lehet látni, az Krisztus oldalsebét, és ezelőtt meditáltak, és az oldalseben keresztül nagyon sok szent apáca, az Krisztus szívét látta verni belül, a seb, oldalseb az tulajdonképpen az éltető vérnek a forrása volt, és egy olyan forrás, amin keresztül a krisztusi szeretethez lehetett eljutni, a szenvedésen keresztül. Egy másik szent, ez a kép még itt, ez Szénai Szent Katalin, őről is még beszélek egy-két szót, de megemlíteném Folinyói Angélának a nevét, aki szintén a 13. század vége, 14. század eleje prófétája volt, nagyon sok érdekes látomása maradt fönn, és aztán az élete végén, amikor a látomásai körül egy pillanatra megingott az önbizalma, akkor a következőt jegyzik föl róla, hogy Foligno városában teljesen mesztelenül nyakába döglött halakat és rothadó húsokat akasztva vonult körbe, és azt mondta, hogy gyertek, nézzétek meg ezt az értéktelen, gonosz, hiú asszonyt, aki mindenféle bűnnek és mindenféle rothadásnak és romlásnak a megtestesítője, én, aki vizet prédikáltam, bort ittam, és aki böjt idején azt hirdettem, hogy böjtölni kell, valójában húst tettem, ne higgyetek nekem, én csak az ördögnek a hírnöke vagyok. Na most megint miről van szó? Valami olyanról, egy olyan vívódásról, amivel nagyon gyakran szembe kerültek a misztikusok, hogy az ő látomásaik valóban igaziak-e vagy nem. Ezeket a látomásokat egyébként sokat kihasználták, a feljegyzők így vagy úgy magasabb teológiai értelmekkel látták el, de azok, akiktől a látomások származnak, ezek az önmagukban, magányosan böjtölő, kis cellában élő, önmagukat korbácsoló, testüket szinte teljesen elroncsoló vallásos nők, ezek az csak egy valamivel rendelkeztek, a testi szenvedésük bizonyítékával, és ezt próbálták valahogyan újra meg újra színre vinni, és ezzel kifejezni a különböző érzéseiket és a különböző vallási törekvéseiket. Nagyon sok példát idézhetnék még, voltak olyanok, akik a szenvedéseiket úgy élték meg, hogy a szenvedéseik közepette például nagypénteken egy kápolnában, egy nyilvánosság előtt jajgatva, szinte vizionárius módon kommentálták, hogy mi történik Krisztussal, gyászruhába vonultak végig az utcákon, hogy keresztre feszítették a fiúkat. Lehet látni, hogy önmagukban ezek az önmagukat Krisztus menyasszonyainak nevező nők, ezek valamilyen ilyen performance formában élték és élették át minden évben a vallási színházat. A leghíresebb közülük Szénai Katalin volt, kérem a következő. Hát akiről nagyon sok mindent lehet magyarul is olvasni, az élete le van fordítva, ő a nagy pestis idején született, és 1380-ban halt meg, és először csak a böjtölő, lemondó, bűnbánó életet folytatott, amiben mindenféle ördögök jelentek meg, és kínozták, kérem a következőt. Azután sorra élt át Krisztus szenvedéseit, töviskoszorúja, egy kezét átszögezte Krisztus, azután egy adott alkalommal, amikor egy undorító sebet kellett ápolnia, és az undorító sebről letörölt gennyes folyadékot megitta, hogy legyőzze a saját undorát, erre Krisztus megengedte, hogy az oldalsebéből
igyon vért, mert hogy annyira le tudta győzni az emberi természetet, hogy ehelyett az ő éltető italát. Na most ezek nagyon döbbenetes dolgok, de a középkorban azt lehet mondani, hogy a Krisztus vére az az élet elixírnek számított, és tulajdonképpen, hogyha arra gondolunk, hogy az áldozáskor Krisztus testét és Krisztus vérét vették magukba az emberek, és ezt a vallásos emberek erről meditáltak állandóan, hogy az ostya vérzett időnként a látomásaikban, vagy az ostyába látták a bárányt, vagy a gyerek Krisztust, vagy azt is, hogy most bennük van, hogy testileg egyesülnek Krisztussal, akkor lehet látni, hogy a vallásban mindig újra meg újra átlépik ezt a határt. És éppen ez az áldozat pogány vagy archaikus emlékét egy nagyon bonyolult a szenvedés történetre szublimáló forma az, ami érthetővé teszi, hogy ez ennyire jelen van a keresztény gondolkodásban. Kérem a következőt, most már a szövegeket nem folytatnám, csak bemutatni, hogy Szénai Katalin is stigmatizált lett, megkapta Krisztus sebeit. Egy 1375-ben egy Krisztus kép előtt meditálva. Kérem a következőt. És aztán a késő középkorban nagyon sok szentről jegyezték föl még mindenféle szenvedéstörténeteket. Ez itt egy bizonyos Francesca Romana a 15. századból, akinek 40-50 oldalon keresztül vannak leírva sok száz ilyen ördögi látomás, amiben újra meg újra ördögök törtek be a lakásába, a házába és kínozták. Kérem szépen a következőt, ütötték, verték. Itt például egyszer egy hullát hoztak be, és egy rothadó hullának a testére dobták, és ettől szörnyűséges bűz terjedt a házba. Itt dobják a rothadó hullára, és akkor innen hiába mentik ki mindig újra meg újra angyalok. Ez a szenvedés, ez évtizedeken tart, és az ő sorsa tulajdonképpen ennek a szenvedésnek az átélése. És ezzel a példasorral sokkal tovább lehetne menni, ez tulajdonképpen egy napjainkig tartó dolog. Kérem majd a következő sorozat diát, és addig, amíg az sikerül belehelyezni, addig talán ezt a történetet most azt kell mondani, hogy ez egy tallózásszerű dolog, de ha a modellt össze akarnám foglalni, akkor azt kell mondanom, hogy a keresztény valláson belül a késő középkorban egy nagyon paradox folyamat zajlott le. Egyrészt a vallás az a társadalom problémáira, a szenvedésre, a betegségre, a számkivetettek problémáira úgy reagált, hogy azt az új testamentumi üzenetet, ami az önkéntes szegénységről és a világról való lemondásról szólt, ezt egyrészt konkrét ruhában, a ruhák megszaggatásában, a bűnbánat, a vezeklés nyilvános gyakorlásában, a nyilvános önkorbácsoló menetekben, a flagellánsokban megpróbálta egy kollektív élményé tenni, egy olyan kollektív élményé, ami értelmezhetővé tette és átélhetővé tette a keresztény vallás számos konkrét olyan tanítását, ami a testhez, a szenvedéshez és a testélet igéhez és a megváltó, Krisztus megváltó szenvedéséhez kapcsolódott. Ez egy olyan formában történt, hogy ezzel nagyon sok olyan új vallási művészeti műfaj született, mint a vallási színház, mint azt lehet mondani, hogy a képi reprezentációnak is egészen új szerepe lett, hiszen nagyon gyakran ezek a sebek, ezek képek előtt történő meditációval keletkeztek, a képek megszólaltak, megmozdultak, az ember teste egy azonossá lett az áldozati ostyával, eltörlődtek határok emberi és isteni, szent és profán dolgok között, nagyon furcsa keveredés jött létre, egy olyan keveredés, ami persze az emberekben nagyon sokszor rossz érzés, zavart is váltott ki, és kifejezett egy olyan válságba jutott kort, mint amilyen a késő középkor, amire aztán jöttek is mindenféle nagy felkelések, reformációk és egyebek. Most egy egész más világba kerülünk, és egy másik példát most már rövidebben és pusztán csak a képekkel szeretnék végignézni. Ez a példa, ez a 20. századi szubkultúráknak és a szubkultúrák viseletének a világába viszel. Kérném a következőt.
olyan dolgokat vetitek most, amelyek talán ilyen divattörténetekből, vagy talán a tömegkommunikációból is jól ismertek a 40-es, 50-es években. Kérem a következőt. Láthatóvá lettek azok a szubkultúrák, amelyek a különböző nyugati civilizációkon belül a munkásoknak, a tengerészeknek, a bevándorlóknak, a faji, etnikai kisebbségeknek a kultúráját egy olyan sajátos zenei és egyúttal viselkedési, viseleti kultúrával fejezték ki. Kérem a következőt. Ami stílus irányzatokhoz vezetett, olyan kulturális jelenségekhez, ami már a századforduló táján a ragtime, aztán a 20-as években a jazznek a különböző formái, a 30-as, 40-es években az Európa és Amerika közötti hatásokat is jelentett, és aztán az 50-es években, amikor a Teddy Boys jelent meg, tulajdonképpen ez volt az egyik első olyan szubkultúra, ami már igazi ilyen szociológusi, és azt lehet mondani, hogy általánosabb esztétikai érdeklődést is kiváltott. Talán azért, mert hirtelen tudatossá tette azt a problémát, ami Norman Mailernek, a kor amerikai írójának is a beatnik és hipsterről szóló tanulmányában megmutatkozik, hogy a szubkultúrákban, tehát a kultúrák alatti rétegek kultúrájában is ilyen nagy általános kulturális ellentmondások vannak. Van, aki dandinek akar látszani, ilyen alvilági dandinek, a Teddy Boyok ilyenek voltak, és a századforduló ilyen György öltönyeiben, amelyek már rég kimentek a divatból, hirtelen abba kezdtek pompázni. Kérem a következő. És voltak olyanok, Marlon Brando típusúak, akik a munkás ruhát, a munkás öltözetet, azt a farmer öltözetet, vagy bőrcsekit, vagy azt a ruhát, ami stigmatizáló formában hatott még korábban, azt, ami valamilyen módon, mint munkaruhát maguk a munkások is levették, ezt kihívóan, és azt lehet mondani, hogy provokatív formában viselni kezdték. Ez a stigma probléma, ez jelentkezett az 50-es évek elejének olyan ifjúsági gengjeiben, szubkultúra csoportjaiban, akik nem csak a téren, az utcasarki társadalom formájában, ahogy ezt a szociológusok váltottak ki figyelmet, hanem hamarosan a rockzene különböző irányzatainak a főbb hordozói lettek. Most hagyj villancsak fel egy-két képet, mert igazából el akarok jutni, hogy hogyan alakult ez át. Itt Elvis Presley-t látjuk, őróla nem kell sokat mondani, legfeljebb csak annyit, hogy az ő esetében már egy sajátos a test és a testiség erotikumának a nyílt színre vitele. Ez meglehetősen tabusértő volt a korban. Volt egy idő, ezt lehet tudni az életrajzében, amikor csak csípőtől fölfele mutatta őt a televízió, mert a csípőtől lefelé olyan obszén mozdulatokat végzett az éneklés közben, hogy azt nem tűrte a kor Amerikája. Kérem a következő. James Dean, a másik hőse ennek a kornak. Lehet látni, hogy ezek a rockzenei megnyilvánulások, ezek nagyon hamar egy sajátos öltözködési stílust, egy nagyon szakadt ilyen ifjúsági kultúrát és egy nagyon lázongó kultúrát hoztak. Hát itt fel lehetne vonultatni az összes dühöngő ifjúságra vonatkozó irodalmat, amit most nem teszek, itt csak a koncert széktörései, a galerik, a rockerek, kérem tovább, és a 60-as években a modok, még az 50-es évek vége, még egyet kérem. 60-as évek elején a modok jelzik, hogy itt különböző stílus változások vannak. Ezek a stílus változások azért fontosak, mert ezen a területen is majd látni kell, hogy hogyan jut el a dolog végre addig, amíg egy ilyen a két véglet között hányódó szubkultúra, tehát egyrészt a férfiasság, a brutalitás, a munkások kultúrának a szimbólumait, másrészt viszont a modernség, a divat, az elnői esedettségnek a más jelentésű szimbólumrendszerét hordozó ifjúsági szubkultúrában, hogyan alakulnak ki viták, hogyan alakulnak ki különböző csapatok, akik talán egy-két nevetséges részletbe, testi részletbe különböznek, mégis
ezt gyűlölettel szemlélik, hogy az egyiknek lakkozva van a haja, a másiknak előre van fésülve, az egyiknek hatalmas nagy motorja van, a másiknak is veszpája. A mod irányzat az például ugye modernista volt, és elutasította a rockereknek ezt a városon kívüliségét, és ahogy ezt Tom Wolfe leírja nagyon sok jó eszében, Noondale Undergroundot, egy ilyen déli és városi modernséget elfogadó underground kultúrát alakította ki, egy kicsit a pop-art irányába mutatva. Kérem a következőt. Azután jöttek a hippik, őket nem kell bemutatni, de az fontos, hogy a hippi öltözet, az nagyon érdekes, hogy megint csak egy furcsa keveréke volt annak, hogy a testiség elfogadása, a testiség egy optimista, vidám dicsőítése, másfelől meg a civilizációból való kivonulás, és ezzel együtt például a jófésültség helyett egy loboncos haj, a mosdottság helyett olykor a test szagának az örömteli terjesztése, erről sokat írnak a hippi írók, hogy ez mennyire jó, hogyha valakinek izzadságszaga van, és hogy ez milyen nemes illat, de az, hogy a földre leülnek, hogy a ruha az nem egy kincs, hanem éppen, hogy a természettel érintkezik, kérem a következő. Ezek az öltözetben kifejezett életérzések, ezek megint egy pillanatra fel kell, hogy idézzük azt, hogy ugyanarról van szó, mint a középkori kereszténységnél egy bizonyos szempontból, hogy egy életformát azt most már nem divatként, hanem azt lehet mondani, hogy egy szimbólumként viselik magukon az öltözetekben. Az öltözetnek, a farmernak, az indiai ruhának, a hosszú hajnak egy olyan filozófiája kerekedik, ha az ember elolvassa a Greening of America, vagy más ilyen hippi ideológikus irodalmat, amiben egy egész életérzés megtestesül, méghozzá olyan formában testesül meg, hogy a szó szoros értelmében a testben válik láthatóvá és megélhetővé, és ezért újra meg újra felfedezik a test üzenet hordozó képességét. Ezzel kérem a következőt. Ezzel függ össze az, hogy azután megjelenik egy külön művészet, a farmer, mint egy amerikai népművészet, a megtépettségével, láncoltságával is. Nagyon érdekes, hogyha most egy pszichológus nézni, hogy a 60-as években még csak egy ilyen megszaggatott ruha mutatja azt, hogy azután a 70-es évekre ez az optimista testkultúra, ami a hippiknél volt, ez is egy sokkal elkínzottabb testkultúrává változott. Kérem a következő. Itt is hát ezek még az összevart ilyen az sokat látott farmerokat mutatják. Hamarosan a hippik optimista víziójával szemben ismét jöttek a durvább, az új undokok, a skinheadek a 60-as évek végéről. Ez egy nagyon régi mozgalom, tehát kérem a következő. Direkt rövidre vágták a hajukat, szándékosan ismét a stigmaként viselték a ruhájukat, nem semmi esztétika, durvák voltak, verekedtek a ismert formában szembeszálltak a hippik optimista életszemléletében. Kérem a következőt. Megjelentek a rockerek is ismét, a Hells Angelek a 70-es évek elején. Kérem a következőt. Ezeket a képeket látva is nem kell ezt különösebben kommentálni, bár nagyon fontos, hogy itt is ugye megint csak a sebhelyek, a tetova, a ruhának az össze-vissza szabdaltsága, mindenféle rendjelekkel kitűzdeltsége, valamilyen olyan módon itt már azt lehet mondani, hogy elvesztette az értelmét a ruha szimbólum jelege, vagy ha volt valami, akkor az egy sokkal kevertebb, egy sokkal zűrzavarosabb dolog volt, mint a hippiknél. Kérem a következő. Ez persze társult mindenféle mással, brutalitás, kultuszával, a motor, a sebesség, a verekedés, tudjuk az Altamonti koncertet, amikor a Hellsek eléggé látványosan léptek a színre, itt a Woodstock utópiáját lerombolandó. Kérem a következő. Következő. És mindenféle a 70-es évek szubkultúrája, ez itt mindenféle egyéb ilyen radikális szexuálkommunák, ez itt a Bhagwan és társairól készített felvételek, indiai és egyéb szexuális kultuszok, kérem a következő.
És itt jelenik meg az is, amiről majd aztán a 70-es évek performance művészetében is kell beszélni. Ez történetesen, nem tudom mennyire ismert, hogy a Hermann Nietzsche és Otto Mühl körüli csoportok, azok egy AA, egy akcióanalízissel foglalkozó kommuna rendszert hoztak létre a 70-es évek elején. Ez egy olyan új analízis volt, ami egy kicsit Wilhelm Reich után szabadon megpróbálta az emberekben lebontani a roncsolt kis családra, gyerekre, elidegenült polgár életre orientált lelket. Erről egy gyönyörű ilyen görbét is csináltak, hogy előbb ezt egy ilyen akcióanalízisba kiordítják magukból, és aztán utána fölépíteni egy olyan kommunális emberlétet, ami egy kollektív házasság, egy mindenki mindenkivel, ami ez egy ilyen teljesen ilyen falanszter jellegű viselet, rövidre vágott haj, kérem a következőt. Szóval az egyéniségnek egy szinte teljes eltörlése a kommunán belül. Ez társult hozzá. Kérem a következőt. Ezek a hippi szubkultúrába kialakult stílusok, ezek már a 70-es évek elejére, sőt már a 60-as években az érzékeny megfigyelőknek mindenféle dolgot jeleztek. Többek között azt jelezték, hogy abban a pillanatban, amikor a művészet, illetve a művészetnek egy része, az avantgárd művészet, az kilépett a műtermekből, és valamilyen nyilvános megnyilvánulások sorát kezdte rendezni, amikor meghirdetődött a minden művészetelve, és amikor amúgy is egy ilyen eléggé forradalmi korszak volt, diák mozgalmak és egyebek, akkor ezzel az ifjúsági szubkultúra sorral is kellett valamit kezdeni, és aki leginkább ezzel kezdeni tudott valamit, az Andy Warhol volt, akit a képen látható, Eddie Sedgwick-kel, az egyik szupersztárjával. Kérném szépen a következőt. Andy Warholnak az ötlete, sok ötlete volt, én megint csak ugye nem feladatom, hogy most itt két szóban jellemezzem Andy Warholnak a művészetét, már maga a pop art is tulajdonképpen azt jelentette, hogy ahelyett, hogy mint ahogy ezt a beatnikek, meg az ifjúsági szubkultúrák elutasítani kellene ezt a modern konzumvilágot, ahelyett inkább ennek a mesterkéltségében, vagy uniformizáltságában meg kell látni azt, ami esztétikus, ezt valamilyen tetszelgő, cinikus, vagy szórakozott mosolya tudomásul venni, és játszani vele. És ez Andy Warhol először a Coca-Cola reklámmal, meg a Heinz Baked Beans konzervekkel, azután a sztárokkal, mint konstruált figurákkal kezdte. Azután elkezdett, és ez a legérdekesebb pillanat, elkezdett a való élettel, a való szubkultúrákkal mahinálni, a sztárokkal szemben olyan szupersztárokat felléptetni, mint Eddie, vagy pedig ez itten Susan Bottomley, más néven International Velvet, és ezeket a filmeket, vagy nemzetközi bársonyt át, és mindegyiknek ilyen nagyon szép neve volt, ezek a szupersztárok, akik ott Andy Warhol factory-ban, gyárában, most ez nagyon minden szónak és minden momentumnak jelentősége van, akik ott körülötte gravitáltak, ezeket filmre vette, és az ő filmjeiben ezek voltak a sztárok, és ebben a kontextusban ki lehet mutatva, hogy mindenkiből lehet sztár, sőt, ezek szupersztárak, ezek olyanok, akik a valódi művészet régiójában testesítik meg azt, amit a konzumsztárok, Elvis Presley vagy Marilyn Monroe, csak a múlékony konzumvilágban. Kérem a következőt. De nem csak egyszerűen sztárokat mutatott, ez itt Joe D'Alessandro, hanem egyúttal új üzeneteket hordozott a testről is, valahogy a meztelenséget, a szexualitást, a testiséget abban a pillanatban, amikor a szexuális forradalom és a felszabadítás volt a napirenden, abban a pillanatban Andy Warhol az hosszasan bemutatta, hogy ez csak a hiúság vására, a mesterkéltség, az, hogy valaki már az, hogy egy férfi legyen, az ahhoz neki annyit kell tanulni, annyit kell neki erőlködnie, hogy a legtöbben ebben csődöt vallanak, ez a Joe D'Alessandro is egy junkit mutat be, itt vannak ilyen filmjei, mint a Flash, meg a Trash, ezek a filmek tulajdonképpen azt a tehetetlenséget mutatják be, hogy az emberek ezt a szerepet
nem tudják igazán átélni, és Andy Warhol főleg írásaiban, de megnyilvánulásaiban is megpróbálta azt bemutatni, hogy itt tulajdonképpen a mesterkéltségeknek, a szerepjátszásnak a területe van, amikor testiségről van szó. Kérem a következőt. És a szexualitás az tulajdonképpen csak egy ilyen munka, és hát akkor ebben a munkában, ebben a fáradtságos szerepjátszó munkában a pálma azoké, akik az egyik nemből a másik nembe próbálnak átlépni. Kérem a következőt. Azok a férfiak, akik nőkként próbálják magukat elképzelni, a transvestiták. A transvestitizmusból Andy Warhol csinált egy ilyen kulturális jelenséget. Ez a kép egyébként Diane Arbusnak a képe, a Coney Islandben, New York egy részében volt a transvestitáknak egy külön milliójük, amit részben Diane Arbus is felfedezett, és Andy Warhol is tulajdonképpen ezt a szubkultúra milliót karolta föl, hogy ezzel valami sajátos művészeti üzenetet fejezzen ki, és a testről valami sajátos olyan formát, amiben a egyúttal az androgin test, ez ugyanazt az ellentmondásosságot, ugyanazt a problematikusságot mutatta, ami általában is a testről a mondani valója volt. Kérem a következő. Ez sajnos fejjel lefelé van, Jackie Curtis. Az a Jackie, akiről Lou Reed a Take a Walk on the Wild Side-ba is énekel. Ami a Take a Walk on the Wild Side, amit mindenki ismer, biztos az, ugye erről is szól, hogy shaved her leg, and then he was a she, tehát hogy leborotválta a lábát, és akkor férfiből nő lett, és hát ez a Jackie is szerepel benne. Kérem szépen a következőt. Vagy Candy Darling. Candy came from Miami FLA, ez is a Lou Reed. Candy Darling, aki az egyik ilyen transvestita szupersztárja volt. És azután, a transvestiták után ő Andy Warhol volt az, aki művészeti alkotásként is felfedezte a szubkultúrát, illetve olyan formában, hogy nem csak mint tárgyat, mint kiállítandó személyiségeket, hanem egyúttal a szubkultúra akcióit és a szubkultúra jellegzetes megnyilvánulását, a rockzenét is sajátos módon bevitte a művészetbe. Ez a Velvet Underground együttes 1966-ban Lou Reed és John Cale és több Andy Warhol körül levő művész egyéniségnek a szüleménye, aki egy nagyon furcsa zenét kezdett csinálni, talán ezt is érdemes felidézni, mert ez megint csak közelebb visz a témánkhoz. Ahelyett, hogy a közönséget szerették volna, mint Bob Dylan, és lázadóként együtt haladtak volna a szép Woodstocki utópia felé, már 1966-ban Velvet Underground az ilyen szadomazó jeleneteket adott elő, Venus in Furs, ugye ez a Zahar Mazok könyvének a címe, ez az egyik, ez a banános lemezen azt található meg, és mindenféle ilyen fétis tárgyak, ugye erről is szól, hogy ilyen csillogó bőrcsizmákról, és énekel a koncerten ott ilyen botrányos koncertjeik vannak, az egyik híres koncertjük az például a pszichiáterek, van egy a New Yorki Pszichiátriai Társaságnak egy rendezvényénre, Andy Warholt kérték meg, hogy a rendezvényen adjon elő valamit, és ő meglepetésként felvonultatta először a Velvet Undergroundot, amiről másnap az újságok úgy számoltak be, hogy a pszichiáterek azok shock treatmentet kaptak, ugyanis hihetetlen őrjögő hangosságú, nyikorgó zene, aki ismeri a zenéket, az tudja. Színpadon a közönségnek háttal, fekete szemüvegben játszottak, korbácsolni kezdték egymást, és közben a közönség köreiben rohangáltak az Andy Warhol egyéb művész ismerősei, és mindenféle zavarba ejtő kérdéseket tettek fel pszichiáter pároknak, hogy mekkora a felesége vaginája, ne jöjjön zavarba maga, a pszichiáter magának nem kell zavarba jönni, mit szokott vele csinálni, és akkor még mindenféle durvaságokkal egyszerűen megőrítették őket. Ez a fellépés, ez a... Kérem a következőt? Akkor a következő dolgot. Ez a módszer, ez valahogy megint csak azt kell, hogy mondjam, ezek a történetek, ezek
testi valójukban viszik a színre azt, hogy, hogy itt egy ellentmondás van a szubkultúrában. A test szeretete és a test gyűlölete, a test kultiválása abban a természeti formájában, ahogy ez van, ez a hippiknél a természet, a hosszú haj, a testi szagok, a testközeliség, a felszabadultság, az Antonioninak a Zabriskie Point jellegű utópiája, vagy a mesterkéltség világa, a szerepjátszás világa, amihez ugye a David Bowie pályafutása a 70-es években szintén hozzátartozik, kérem a következőt. David Bowie, aki nem csak ezzel az androgin szereppel kísérletezett, de mindenféle mással is, hogy ő a Marsból esett le, ő a Ziggy Stardust, kérem a következő. David Bowie, aki valahogy megfoghatatlan, és azt lehet mondani, hogy személyiségében megragadhatatlan. Abban a korban, amikor az embereknek személyiségnek kellett lenni, akkor ő valahogy egy furcsa módon azonosult, oly módon azonosult a szerepeivel, hogy azt a hajának a vörösre festésével, egy ilyen nőies külsővel is alátámasztotta, és megint ugyanaz van, hogy egy lépéssel tovább a hippik után ezek a transvestiták is, és utána egy sokkal erősebb formában testi hitelesítést kerestek ahhoz a zavarbaejtő, és azt lehet mondani, hogy dekadens kulturális üzenethez, ami akkor úgy terjedni kezdett. Ez egyúttal, kérem a következőt. A közönség és a rockstar közötti demokratikus viszonynak a felborításához is vezetett. Ezek megint ennek köze van a művészet problémájához. Tehát az, hogy a Bowie szitta a közönségét, az, hogy a Lou Reed a koncerteken mindenféle inzultusokban részesítette őket, hogy megvetően nézték azokat, akik őértük rajonganak, hogy mindenféle olyan parancsokat adtak nekik. Ebben volt valami olyan, hogy ezt a helyzetet ők legalábbis így mondták, nem hazudnak úgy, mint azok a sztárok, akik ott a farmerba járnak, és közben meg aztán hihetetlen luxus villákba laknak, és milliók választják el az őket báványozó millióktól. Kérem a következőt. Ez az egész, ez aztán egy nagyon érdekes új kultuszhoz is vezetett, nem csak a transvestit a divathoz, hanem a Rocky Horror Picture Show, ez most már nálunk is hozzáférhető. Ez a 70-es évektől először színház, majd moziként egy ilyen bábszínház effektust vezetett be, hogy mindenki, hogy a biztos ezt is sokan ismerik, hogy egy minden ilyen színház előadásra egy ilyen csapat, voltak, akiknek ez volt a szórakozás, hogy beöltöztek különböző szereplőknek, transvestitáknak, Frankensteinnek, Dr. Frankenfurter, ahogy a Rocky Horror Picture Show-ban van, és akkor együtt ordították velük az egész darabot végig kórusba, és mindegyik szereplőből legalább 10-20 variáns volt. Egy kollektív szerepjátszás kezdődött meg. Kérem a következőt. Ezek a divatokban a 70-es évek elején akkor teljesen összezavarták a határt férfi és nő között. Kérem a következőt. David Bowie, amikor már divat lett, akkor ő már tovább lépett persze, mert azt nem lehetett, hogy ő hasonlítson a többiekhez. Ez itt a Kraftwerk együttes, akkor hirtelen egy újabb szerepjátszásba visszatértek a korábbiakhoz. Kérem a következőt. Iggy Pop is. Azt lehet mondani, hogy akkor, amikor a szakadt, a hippie divat volt, akkor voltak, akik ezzel szembe próbáltak valami ezen belüli ellenáramlatot létesíteni, aztán az egésszel szemben egy jól öltözött ellenáramlat jött létre, és aztán ez a jól öltözött ellenáramlat, ez itt Patti Smith, ahogy ez föl van írva, ez mindenféle új agresszivitások megszületéséhez vezetett. Már Iggy Pop is arról volt híres, meg Patti Smith is, hogy Patti Smith egyszer leugrott egy emelvényről, és majdnem összetört a gerincét. Iggy Pop az egyszer beleugrott egy hangfalba, és hogy megrázza az áram. Megint csak azt lehet látni, hogy a rockstárok, akik már a 70-es évek derekára már számtalan mártír is volt, ugye Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison és a többiek, önpusztító életet folytattak, és ezzel az önpusztítással, ezzel a saját testük lerombolásával próbáltak valamilyen hangerőt adni annak a kulturális üzenetnek, ami egyre differenciáltabb, egyre bonyolultabb lett. Most itt nézzük végig egy-két képet, most már különösebb kommentár nélkül a punkokról, akik 1976-77-ben jelentkeztek, és akik
Johnny Rotten, a biztosító tűvel, amit a fülbe is, meg a, kérem a következő, a kutyaláncokkal, a nyakörvekkel, a mindenféle a testet morbid módon eltorzító, a fasiszta szimbólumokkal, kukászsákból készített ruhával, a szadomazó boltokból kiszedett ruhákkal, a ez itt Suzy and the Banshees nevű együttes énekes, az a bizonyos Suzy, aztán lehet látni, hogy egy olyan szélsőséghez jutott el az öltözködés kultúra, amikor tulajdonképpen már mint egy performance art, mint egy műalkotás próbáltak megjelenni a szcénán, az utcán, és megpróbálták ezt azzal hitelesíteni, hogy ez tényleges sebhelyek, tényleges önpusztító életforma, Sid Vicious, aki overdózisba halt meg, szörnyű agresszivitás olykor a hajviseletekben, az archaikus afrikai vagy egyéb test tetovára, jegyek viselésére vitte a szubkultúrák képviselőit, és aztán ezzel együtt jött minden határnak az átlépése, mert igazából ebbe ez volt, hogy nincs, most egy pillanatra itt álljunk csak meg ennél, hogy nagyon érdekes, hogy ez a szubkultúra, hogy ezt a vidám poklot ezt így az utcára vitte, a fotósok azok a kanálisból címmel In the Gutter, azzal tálalták ezt, hogy itt van ez a színes pokol, ami itt megint megjelent az utcákon, és ami egyébként Angliában tényleges lázongásokkal is járt, fai összetűzésekkel a 70-es évek második felében. Ez egy pillanat alatt meghódította a művészetet és a divatot, és nagyon érdekes módon azután olyan művészek, akik korábban performance-et csináltak volna, David Byrne például a Talking Heads-nek az énekese, és nagyon sokan mások hirtelen látták, hogy ez a zene és ez a fajta a testtel, a viselettel, és aztán ezzel most ehhez egy zenei aláfestés is kellene, operáló új közeg az, amiben a művész... Ez is divat lett. Ez itt az Histoire d'Ora rímel, itt ezek a képek pedig a 70-es évek második felében ennek divatos fotósai, Irina Ionescu, következő... Ez is Irina Ionescu, ezek divatfotók, Helmut Newton, ez például Helmut Newtonnak egy fotó, ami a sérült és sebesült gipszbe burkolt női test, szóval a testi szenvedés megint, és a tökéletlenségnek az erotikummal való keverése. Következő, ez is ezek a szörnyű orvosi műszerekbe öltöztetett. Most ezekkel voltak teli a Vogue és a divatlapok és a többi fotóújság, ezt tanulmányozták, és közben azt lehet mondani, hogy szinte ilyen agresszív vitaként a feminizmus előretörésével szembe, akkor ez is Helmut Newton egyébként a szadista és mazoista képeknek az előtérbe állítása, ez Ellen Jonesnak az angliai szobrásznak ezek a feministák éles ellenkezését kiváltó bútordarabjai, amiről persze egy pillanatra itt álljunk meg, itt miről van szó, itt arról van szó, hogy noha nem, ma már nem volna ez megcsinálható, ez még a 70-es években még megcsinálható volt, ma már ez már cenzúrázva lenne, és talán, és jó is, hogy cenzúrázva lenne, de azt gondolom, hogy a 70-es években ez nem azt akarta mondani, hogy illetve ez valami olyan bonyolult dolgot akart mondani, ez az Ellen Jones az, aki a Clockwork Orange-nak, a Mechanikus Narancsnak a díszleteit is tervezte, és egy ilyen popártos agresszivitásnak volt tulajdonképpen a művészi képviselője, amiben azt mondja, megint csak ugyanazt, mint Andy Warhol, hogy ez is egy a szadizmus, mazohizmus, ez is valamilyen módon ez a fajta konzum biznisz, aminek van egy esztétikai vetülete, és itt tulajdonképpen tudatosulni kell azon a téren, hogy mesterkéltségekről van szó, és mindenféle fogyasztási termékről, ami valamilyen módon a művészet világát körülveszi, és ami a művészetet is tulajdonképpen magába olvasztja. Kérem a következőt.
Azután hát ezek, azt hiszem ez az utolsó kép, és akkor ennek a képnek az árnyékában mondanám el a konklúziómat. Most már eléggé visszaéltem a tisztelt társaság türelmével, tehát akkor röviden ezek különben új romantikusok, ez már a 80-as évek, akik a punkokhoz hasonló, de a punknál kicsit esztétikusabb, a Boy George és a többiek áramlatát jelentik, még nem jutottunk el egészen a jelenig, nem is fogunk, hiszen itt a téma az elsősorban az ebben a második esetben, hogy hogyan alakult ki megint a 50-es, 70-es évek szubkultúrájában egy olyan médium, egy olyan közeg, amin belül a test csomagolása, a ruha és a ruhának a megtépettsége és a megtépett ruhában a szenvedés látványa az kifejezési eszközé lett, és valamilyen módon jelentőségre tett szert. Azt lehet mondani, hogy az ifjúsági szubkultúráknál tulajdonképpen ezek azt lehet, az 50-es, 60-as, 70-es években ezek a szubkultúrák, vagy nem is helyes most már szubkultúrát, hanem inkább valami milliónek kell mondani, ez a, valahogy belenőtt a művészetnek a világába. Abban a pillanatban, amikor a 60-as években egy adott ponton a művészeti avantgárd is kitörni próbált a művészet hagyományos közegeiből, abban a pillanatban, amikor az ifjúsági kultúra azokat a törekvéseket képviselte, amelyek eleve el akarták törölni ezeket az akadémikus korlátokat, amelyekben a színház az például olyan volt, mint a Living Theater, amiben az emberek az utcára kimentek, utcaszínház, amiben el akarták törölni a néző és a színész között a különbséget. El akarták törölni a különbséget ünnep és hétköznap között. El akarták törölni a különbséget megkülönböztetett társadalmi alkalmak és hétköznap között. Állandó ünnepben élni. Ezek a motivumok, ha végig gondoljuk, egy olyan közeget teremtettek, amely közeg nagyon befogadó volt azokra a művészeti törekvésekre, amelyek hasonló okokból, csak máshonnan indulva ki akartak szabadulni az akadémikus művészet közegéből. Ezért is van az, hogy nagyon gyakran Magyarországon is a happeningek azok nem utolsó sorban, mert Szent Jobbi a Sirius koncerteken tartott happeninget, és annak a közönségnek, aki egyéb iránt Jimi Hendrixet vagy a Siriusnak a zenéjét hallgatta. Ugyanígy a nyugati rock kultúrában is, Kaliforniában vagy New Yorkban lehet látni, hogy együtt élt egy ifjúsági kultúra, egy valamilyen ennél bonyolultabb művész és a művészektől a kábítószeresekig terjedő ilyen marginális közeg New Yorkba, és ebben alakult ki, ebben hatott egymásra állandóan a rockzene szimbólumrendszere és a művészet szimbólumrendszere. Ebben a rockzene szimbólumrendszerében tehát egyértelműen azt lehet megfigyelni, hogy előbb-utóbb, és ez az előbb az körülbelül a 60-as évek végére, tehát a hippikre vonatkozik, amikor hirtelen a béke, a szeretet üzenetét egy olyan öltözettel akarták, egy olyan testkultúrával akarták kiegészíteni, ami ezt a harmóniát sugározza, és az utóbb az pedig David Bowie-ra és a punkokra, rájöttek arra, hogy a test egy olyan médium, amelynek üzenetei vannak, és azoknak az üzeneteknek hitelesítenie kell az egyéb kulturális üzeneteket. Amikor a rockstárnak, hogyha az a rockstár lázadásról énekel, annak igenis ott a színpadon össze kell törnie valamit, hogy meg kell sebeznie magát, hogy énekelnie kell arra, nem csak énekelnie kell, hanem valamilyen módon a testével is ezt a mondani valót ezt hordoznia kell, be kell mutatni, és nyílt színre kell vinni, és azután ennek megfelelően nem csak a sztár, mint művész, mint előadó, hanem az ő körülötte kultuszként kialakuló követők, a divatok, és ezzel együtt az életstílusok is nagyon hasonlóan viselkedtek. Ez lett volna tehát a sik példám. Most akkor az ígért, és ezt az ígéretet tényleg betartom, 3 perc alatt megpróbálom összefoglalni, hogy mi köze a középkori misztikusoknak, vagy
vagy mondjuk azt, hogy a szubkultúrabeli divatoknak a performancehez. Azt mondanám, hogy ha a középkorral hasonlítom össze, akkor már azok mellett a hasonló dolgok mellett, amire utaltam. Most azt hangsúlyoznám, hogy noha a test és a testi szenvedés látványa, és a testiséggel való foglalatosság, és az ezzel kapcsolatos bűnbánó praktikák végig az őskeresztényektől egészen napjainkig jellemzik a vallást, volt egy pillanat, amikor átjárhatóvá lett egy bizonyos határ, ami egy hivatalos szférát, egy laikus szférától elválaszt. Ez a pillanat, ez a történeti helyzet, ez valamikor a 13. század eleje volt. Az a pillanat, amikor az egyház, amelyik korábban kirekeszteni próbálta a laikusokat a hit gyakorlásával, és egy passzív szerepre próbálta őket kényszeríteni, az szembesült azzal, hogy ahhoz, hogy a saját üzenetét, a Krisztus megváltó halálának az üzenetét, azt egy vallást értő közönségnek hitelesebben mondhassa el, ehhez be kell fogadnia a laikusokat, ehhez valamilyen formában lehetőséget kell teremteni arra, hogy ennek a dolognak a laikus átélési próbálkozásai azok bekerüljenek az egyház gyakorlatába. Ennek köszönhető az, hogy azt, amit korábban elvetettek, hogy valakik egyszerűen csak eljátsszák a vallási üzenetet, hogy egyszerűen próbálják morális példázatokkal elmondani, mindenféle teológiai képzettség nélkül, megpróbálják a tereken elmondani, és nem a szent helyen, megpróbálják ezt egyszerűen csak a saját testükben, a saját testük megkorbácsolásával átélni, hogy mi Krisztus szenvedése, ahelyett, hogy elolvasnák pontosan a Bibliát, vagy a teológiai értekezéseket. Ez a pont, amikor ez kénytelen volt az egyház beengedni, illetve egy kaput nyitott. Ez volt az a pont, ez amikor Szent Ferenc csinálta a maga performance-eit először, és amikor elindult valami új dolog, valami új köztes műfaj teremtődött, és ebből azután egy egész tradíció nőtt ki a középkorban, sőt, hát egészen napjainkig is új művészeti ágazatok, új vallási színház lett. Azt mondanám, hogy ha ezt a modern művészetre vonatkoztatjuk, akkor ez egy picit nem lehet nagyon messzire feszíteni a párhuzamot, de tanulságos lehet, mert el lehet mondani közhelyszerűen, hogy itt is valami olyasmiről van szó, hogy egy olyan művészeti kultúra, aminek megvannak a maga pápái, megvannak a maga papjai, megvannak a maga templomai, megvannak a maga szabályai, konvenciói, megvan az a szabályrendszer, amiben a műalkotás esztétikai értéke és a befogadó között közvetítők sorának kell lennie, megvan az a kellő liturgia, ahogy ezt kiállítás megnyitásokon, művészeti eseményeken lehet emészteni. Ez az, ami a század elejétől kezdve az avantgárd lázadásaival újra meg újra megkérdőjeleződik. Nyilván nem lehet azt mondani, hogy valamit egyetlen egy pillanatban találtak ki, hiszen már a 20-as években is, már Dada is, már mindig lehet visszamenni az ősöket kutatva. Mégis azt lehet mondani, hogy valamikor a 60-as években történt meg az, hogy tömegek számára, tehát nem szűk értelmiségi vagy művész millió számára, hanem tömegek számára lett befogadhatóvá egy ilyen bonyolult üzenet, ami már nem egyszerűen egy szép műalkotás, hanem egy valamilyen bonyolult szimbólumrendszer, ami állandóan hivatkozik az művész reflexiója, magánmitológiák, a test bonyolult szimbolikus értelmezés, a művészet státusa szemben az akadémikus művészet, az avantgárd belső öntradíció, egy csomó olyan dolog, ami nem különösen adott, és sajátos módon egy nagyobb közönség számára emészthető lesz. Egy ilyen nagyobb közönség nélkül a performance-nek az a sikere, ami lett, és egyáltalán a modern avantgárd művészet értelmezése az lehetetlen. És azt mondanám, és ezzel zárom tulajdonképpen ezt a gondolatmenetet, hogy
Ezért volt hasznos megnézni az ifjúsági divatokat, mert úgy gondolom, hogy ez a millió, ez a, valahogy ezekkel a szubkultúrákkal, illetve ezeknek a szubkultúráknak a tömegkultúrába emelődésével teremtődött meg. Azt lehet mondani, hogy minthogy a tömeges, azért használom mindig a szubkultúra jelzőt, mert külön akarom választani attól a konzumkultúrát, vagy attól a tömegkultúrától, amit a tömegkommunikáció terjeszt. Azt lehet mondani, hogy egy olyan kultúráról van szó, ami nem annyira, amiben vannak persze divatok, meg van persze intézményrendszer, vannak sztárcsinálók, szóval semmiféle utópikus illúziót nem kell erről fenntartani, de mégiscsak az, ez egy olyan kultúra, amiben vannak műfaji meghatározottságok is, vannak milliók, amik kitartanak a tradíciónál, a rockzene tradíciója, a ciklikus ismétlődések, nosztalgia, ami egy nem annyira a divatban is van, de ami a stílust azt jobban átélhetővé teszi. Nagyon sok olyan jellemzője van ennek az ifjúsági szubkultúrának, most ez persze egy állítás, amit részletesebben ki kellene fejteni, de azt hiszem úgy is érzékelhető, ami egy kézenfekvőbé tesz egy bonyolultabb esztétikai viszonyulást az ilyen rendbontó megnyilvánulásokhoz. Ahhoz, hogyha ma már, ha valaki, teszem azt, mint ahogy a 70-es években voltak sokan, most ezeket ki is hagytam, Jerry Rubin, a hippie mozgalom, akik elkezdtek mondjuk mesztelenül szaladgálni az utcán, vagy elmentek Chicagóba az elnökválasztási, chicagói elnökválasztási konvencióra, és ottan egy mesztelen nő egy disznófejet vitt, és akkor ezzel jelképezte azt, hogy hát itt, az, ha egy elnököt választalak meg, az egy disznó, és hogy mi pedig kiröhögjük a ti konvencióitokat, mert mesztelenül jövünk be a ti chicagói elnökválasztási konvenciótokra, és akkor ez egy pánik hangulatot váltott ki a demokrata párt küldöttei között, illetve legalábbis így számol be róla Jerry Rubin. Ma már nem kell mindenkinek, vagy minden ilyen, hogy mondjam, bolondos nyilvános akció képviselőjének egy külön kommentátort maga mellett tartani, hogy ez mit is jelent, mert ezekhez már jobban hozzászokott mindenki, és valamilyen módon ezeknek a dolgoknak az értelmezése az egy nyilvános praxissá vált. És azt gondolom, hogy a performance és a modern művészetnek az értelmezéséhez is egy valamilyen ilyen esztétikai viszonyulás szükséges, mint ami tulajdonképpen már mindennapi kenyerünk lett. Most még valamit, egy képet azt ezzel fejezném be, mert ez sajnos nincs dián, de ez annyira szép kép, hogy azt hiszem, hogy ha egy ikon formájában el akarnánk tenni, akkor ez a kép, amit Richard Avedon csinált Andy Warholról, nyilván sok mindenki ismeri, amiben Andy Warhol testén ezekkel a varratokkal jelenik meg. Tudjuk azt, hogy Andy Warhol ezekkel a szubkultúrákkal kísérletezve, azután végül is egy nagyon veszélyes helyzetbe került, és az egyik szupersztárja az rárontott és megpróbálta meggyilkolni, alig próbálta túlélni, több lövést adtak le rá, és akkor utána azt lehet mondani, hogy mint egy modern Krisztus, ezekkel a sebekkel, azzal az aláírással, hogy Andy Warhol artist jelent meg a lapokba. Azt hiszem, hogy ez nagyon pontosan mutatja azt, hogy mi a modern művésznek, illetve az Andy Warhol típusú avantgárd művésznek minden cinizmusa, minden perverziója, vagy minden, azt lehet mondani, könnyedsége ellenére is a legfőbb üzenete az az, hogy a művésznek ilyen sebek vannak a testén attól, amit csinál. És hogy ettől ezek a sebek, ezek a veszélynek ez a vállalása hitelesíti azt a könnyed játszadozást, amit úgy különben szokott csinálni, és azt hiszem, hogy ez a performance is tulajdonképpen egy állandóan jelenlevő gondolat. Köszönöm szépen a figyelmet!
Ja, ezt a képet? Igen, az, az szerintem, és az sajnos nagyon. Nagy Andrást? Így, Nagy Andrást, igen. Az elveszett az egyszer. Hívjál már fő, jó? Mert egyszerűen elveszett utána, amikor akartam. Felügyelet és büntetés a gondolatkiadónál jelent.